Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A javaslat szerint, az előttünk fekvő törvényjavaslat szerint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő visszalépést 2012-ben, mint ahhoz már korábban elhangzott az előterjesztő részéről, 2009-ben alkalmazott módszer szerint kell lehetővé tenni, azaz a visszalépő tagok követelését állampapírban, illetve készpénzben kell a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alapszámlájára átutalni. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a 2011 évi visszalépéshez hasonlóan az eszközértékváltozásból adódó kockázatokat és esetleges veszteségeket a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alap, illetve közvetetten a magyar állam viselje. Mi van e rövid, mindössze 4 szakaszból álló leírt törvénymódosítás mögött, amelynek általános indoklásából idéztem? A rossz tapasztalat és a közelmúlt magyar valósága, fogalmazhatjuk a mondatokat. Nem véletlen, hogy a törvénymódosítás azon kitétele, hogy a visszalépő tagok követelését állampapírban vagy készpénzben kell a nyugdíjreform alapnak utalni. A tapasztalat az, és az volt az eljárás során, hogy volt olyan vagyonelem, és sok olyan vagyonelem volt, amely úgy került vissza az állami adósságkezelőhöz, amely perrel terhelt volt, ismeretlen úton, áttételekkel, és különböző offshore hátterű cégeken keresztül került a nyugdíjpénztárhoz. Mindez a Gyurcsány kormány idején hozott intézkedések tették lehetővé 2007-től. A magyar valóság, a közelmúlt magyar valósága pedig az, hogy egy állampolgárok nagy számát érintő problémák megoldásában az egyéni érdek felülírta a közöst. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A magánnyugdíjakról és a magánnyugdíj pénztárakról szóló törvénymódosítás tehát tisztázza és egyértelművé teszi a feladatokat. Ezért javaslom annak elfogadását. Végezetül a korábbi viták során is felmerült az a kérdés, hogy vajon a magánnyugdíj pénztárak szabályos, okszerű gazdálkodása esetén milyen hozamokat kaptak volna a pénztártagok. Reméljük, erre a kérdésre is hamarosan választ kapunk. Köszönöm figyelmüket!